pillanat, és kezdődik a heti TV reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Csuha Ildikó, az ATV főmunkatársa. Kezdi Csokolom, szép jó reggelt. Jó reggelt kívánok, Péter. Üdvözlöm a kedves nézőket, Brajer Péter vagyok, és ez a Pirkadat, a heti televízió reggeli politikai magazin műsora. Most tessenek figyelni. 5783, Tisréhó első napja. Szeretettel köszöntünk minden nézőnket, meg azok is, akik később csatlakoznak hozzánk, hisz boldog új évet, azaz Sanátovát kívánunk mindenkinek. Ez az év első napja, tegnap köszöntött ránk a zsidó új esztendő. A polgári időszámítás szerint 2022. szeptember 26-a és hétfő van. És akkor nézzük a nemzetközi valutaárakat. Az euró 406.41, az amerikai dollár 419.50, míg az angol font 445. A várható időjárás 11 és 19 Celsius fok között várható. Kérem, figyeljenek oda a folyadékháztartásukra, vegyenek olyan cipőt, ami nem csúszik, főleg a piciknek és a szépkorúaknak, és próbálják jól érezni magukat. Most nyissák ki az ablakot, helyezkedjenek a fotelba, vegyenek magukhoz valami indivalót, ha lehet, nem alkoholt, és igyanak eleget, és most figyeljék beszélgetésünket Csuha Ildikóval, az ATV főmunkatársával. Még egyszer üdvözlöm, hogy ilyen korán föl tudott kelni csak miattunk. Mi történt Olaszországban? Azt hiszem, hogy füleinknek jó hír. Azt nem tudom, hogy Péter hát füleinek mi hát a jó végre, hír. Végre egy női miniszterelnöke van először Olaszországnak. Így van, ez üdvözlendő. Az exit poll eredmények szerint Giorgia Meloni, illetve a pártja nyerte meg ezt a választást. A jobboldali szövetség, ebbe ugye Berlusconi, aki már többször volt miniszterelnök, és Matteo Salvini pártja a Liga tartozik. Ez Orbán Viktornak lehet jó hír igazából, hiszen ő már nagyon régóta mondogatja, hogy kell egy olyan nagy párt Európában, vagy egy olyan kormányerő, amelyik körülbelül ugyanazt gondolja a bevándorlásról és sok más értékválasztásos kérdésről, mint ő. A reményei szerint, ugye számos kormányközeli elemző is elmondta már, egy nagyon jó szövetségese lesz ez a kormány a miniszterelnöknek. Akinek még ez egy nagyon jó hír, úgy Salvini, mint a leendő miniszterelnök asszony is. Bár az, hogy ugye azért Olaszországban az elmúlt 30 évben majdnem 20 kormány alakult, tehát azért nem szokták kitölteni a 4 éves ciklusukat. Meglátjuk, hogy most ez a kormány, hogyha megalakul majd, akkor hogy fog működni. Berlusconi egy szűkebb körű beszélgetésen kiszivárgott, hogy a Salviniről megdicsérte, de azt mondta, hogy hát nem sokat dolgozott, vagy még nem dolgozott túl sokat. Ugye Berlusconi büszke arra, hogy ő egy nagy vállalkozás éléről jött. Nem tudjuk, hogy fognak együtt muzsikálni. Ráadásul Berlusconi és Salvini inkább az orosz barát vonalat vitte, Giorgia Meloni pedig atlantista. Most ebben a háborús időben ez nem egy elhanyagolható tényező. Viszont az előbb ezzel akartam megszakítani, még valaki nagyon örül ezeknek a választási eredményeknek, hisz a fent említett mind a három személy úgy döntött, hogyha ők kerülnek hatalomra, akkor a követségüket átviszik Tel Avivból Jeruzsálembe, ami egy nagyon nagy haladás. Mellettük természetesen Anglia új miniszterelnöke is éppen ezt ígérte az ENSZ közgyűlésén. De akkor menjünk tovább. Milyennek nekünk ez jó lesz magyaroknak, hogy Olaszország végre úgy tűnik, hogy egy kicsit magához tér? Nem tudom, hogy a Draghi kormány után ez a magához térés Péter számára mit jelent. Ismerjük az üzeneteket. Giorgia Meloni egyfajta hajóblokkádról beszélt, ez nyilván az illegális migráció megállítása elleni üzenet volt a választóknak, aztán ez finomította annyiban, hogy csak azok jöhessenek be nyilván Olaszországba vagy Európába, akiknek a megfelelő indokuk megvan, erre menekültek, vagy megvannak a papírjaik. Aztán volt még itt egy
hát mondjuk úgy, hogy egy eléggé durva üzenetváltás Ursula von der Leyen és a jobboldali pártvezetők között, ugyanis a Princeton Egyetemen azt mondta Ursula von der Leyen, most nem pontosan idézem, hogyha Olaszországban rossz irányt, Magyarországról és Lengyelországról volt szó, és az Európai Bizottság elnöke valami olyasmit mondott, hogyha Olaszországban nem olyan irányt vesznek a választások, akkor megvannak az eszközeik, lásd Lengyelország és Magyarország, ezt nagyon keményen kikérték maguknak. Ez egy fenyegetés, Giorgia Meloni és Salvini is, nem tudjuk minek értékelni, de azért egy kemény üzenet volt a választási kampány finisében. Azt azért tegyük hozzá, hogy a BBC-től kezdve, amikor Giorgia Meloni pártjáról beszélnek, a Fratelli d'Italiáról, akkor, vagy hát annak az előzményeiről, Giorgia Meloni korábbi pártjairól, akkor a szélső jobboldali jelzőt használja a BBC és sok mindenki más is, hiszen azért korábban nem állt távol Giorgia Meloni-tól a Mussolini iránti szimpátia, vagy legalábbis egyes törekvései vagy intézkedései céljaival rokon szenvedett. Ildikó, ön nagyon kiegyensúlyozott és nem könnyen ítél el senkit, de nem lehet, hogy a bizottság elnök asszonya ezzel, minthogyha beavatkozott volna az olasz választás, hisz akkor még nem volt vége a választásoknak, amikor ő erről beszélt. Ez Olaszország csúnyán beleavatkozása belügyeibe. Ez egy nagyon kemény üzenet volt, amit felháborodottan utasítottak vissza. Igen. Tehát azt azért ne felejtsük el, hogy ugye Magyarország az egyetlen ország, amelyik esetében még nem hagyta jóvá az Európai Bizottság a helyreállítási pénzeket, illetve ugye folyik a jogállamisági mechanizmus, itt nagyon kemény és sok feltételt támasztott a bizottság, amit most igyekszik teljesíteni a kormány, benyújtják a parlamentnek, illetve már be is nyújtottak két törvénycsomagot, hogy megérkezzenek végre, hogy meglegyen az uniós megállapodás, és megérkezzenek végre a pénzek. Én nagyon határozott vagyok mindig annak elítélésében, ami az emberi méltóságot sérti, ami törvényellenes, szabálytalan, az általunk képviselt értékekkel nagyon durván szembe megy. Itt nyilván tette egy olyan kijelentést Ursula von der Leyen, amit joggal bírálhattak az olasz pártvezetők. Pont a kampányfinisben, ahogy Péter is mondta. Elképzelhető, hogy akkor tulajdonképpen most az olaszok is majd, ha lehetséges, mellettünk fognak szavazni, nem csak a lengyelek? Értünk és mellettünk? Péter, az uniós csúcsokon valószínűleg, ha Giorgia Meloni lesz a olasz miniszterelnök, aminek most nagy esélye van, akkor az Európai Tanácsban nem gondolom, hogy ellenünk szavaznának. Biztos emlékszik Péter arra a magyar-német mérkőzésre, ami nem most Lipcsében volt és a magyar győzelemmel zárult, hanem korábban azt hiszem Münchenben. És az Európa-bajnokság lehetett talán, és a miniszterelnök Orbán Viktor nem ment el oda, hanem úgy emlékszem, hogy Brüsszelben találkozott Giorgia Melonival. De korábban, amikor Olaszországba járt, Milánóban, Péter is biztos vagyok benne, hogy emlékszik, Salvinit, aki akkor még belügyminiszter volt, a hősének nevezte, azt mondta, hogy amit Magyarország szárazföldön megtett a déli határainál, hogy megállította az illegális migrációt, a Salvini megállította a tengeren. Tehát, és próbálkoztak is az Európai Parlament, is egy ilyen jobboldali, jobbközép frakció megalakításával, vagy egy pártcsaláddal. Salvini járt is itt egy nagy csütörtökön, két évvel ezelőtt Morawieckivel, nem jött létre ez a szövetség, nem tudjuk, hogy mi lesz. Az azért, hogy Giorgia Meloni határozottan atlantista, az egy választóvonalat jelenthet, de összességében biztos vagyok benne, hogy nem fog a magyar kormány ellen szavazni Brüsszelben, vagy bármelyik uniós intézményben. Ez egy erős szövetséges lehet Orbán Viktornak adott esetben. Ennek egyenes következménye lehet az, hogy ma Orbán Viktor miniszterelnök a parlamentben, amely újból megkezdi a munkáját, erről is fog beszélni?
Valószínűleg minden szezon kezdetnél az első őszi ülésnapon, vagy tavaszi ülésnapon a miniszterelnök szokott beszélni, ez már egy hagyomány. Nyilván érinteni fogja a beszédében az olasz választási eredményt is, bár Balaton-Almádiban, ugye a kihelyezett frakciülésen tartottak egy sajtótájékoztatót, és Kocsis Máté jelentette be, a Fidesz frakció vezetője, hogy nemzeti konzultációt indítanak, mégpedig az uniós energiaszankciós ügyben. Azt gondolom, hogy most ez a hot topic, a legfontosabb téma, hiszen jönnek majd a lakosságnak, az önkormányzatoknak a rezsiszámlák, amik nyilván döbbenetesek lesznek adott esetben, a kormánynak ezt kezelni kell. Orbán Viktor határozottan elmondta, a kormány kommunikáció is, hogy a lakosságnál nem lesznek megszorítások, az önkormányzatokat majd adott esetben megsegítik, de nem lesz generális kormányzati mentő az önkormányzatoknak. Kocsis Máté azt mondta ott Balaton-Almádiban a kérdésemre, hogy a városvezetők vagy a kerületvezetők Budapesten gazdálkodják ki, vagy vegyék feszesebbre a költségvetés, nem pont így fogalmazott, de valami ilyesmi derült ki a szavaiból. Tehát nyilván nem hagyják csődbe menni az önkormányzatokat, az alapszolgáltatást, óvodák, iskolák fűtését biztosítani kell, de azért ez a 18 fok, Péter is ott ül a kormányinfón, ez nem hangzott olyan fényesen. Ez még mindig jobb, mint amikor túl van. Az állami intézményekben. Ez biztos, hogy jobb, és az intézményvezetőknek valóban nyilván oda kell figyelni a feszes gazdálkodásra, de amikor milliárdos tételekkel emelkednek meg a számlák, akkor ez nem könnyű. Hát már én tehát azt gondolom, hogy a miniszterelnök, én nem vagyok a beszédírója, nyilván az ő döntése, hogy mit helyez a középpontba, de valószínűleg ez, ők a felelőst is kijelölték már a nemzeti konzultáció előtt, Brüsszel és az Európai Unió a felelős az Oroszország elleni szankciók elfogadása miatt. Ugye a miniszterelnök kiszivárgott beszédében azt mondta, hogy igenis vissza kell vonni ezeket a szankciókat. Nagyon érdekes ez, hogy a nemzeti konzultációt az árnyék kormány hogy fogja értékelni, illetve mémeket csináltak már a Fidesz frakció vezetőnek a halaiból is, a díszhalaiból is. Az aranyhalas? Az aranyhalakból. De azt igen, láttuk a kommenteket. Nem sok volt, ami dicsérte volna emiatt. Pedig ezt ő tiszta szívből mondta. Tehát, igen, ez látszott, ez hogy tiszta szívből. És hogy nagyon és olyan életszerű. Neki. Igen, életszerű. Tehát én inkább volt, az embert láttam benne, mert ezt tiszta szívében így van, mondta. Csak ugye azoknak a nyugdíjasoknak, akiknek mondjuk 100 ezer forint a nyugdíja, és egy 112 ezeres számlát kap, valószínűleg nem ilyen vagy hasonló kérdések a legfontosabbak, hanem egyáltalán, hogy miből vesznek kenyeret. Így van. Nézzük ezt az árnyék kormányt, mert nagyobb a füstje, mint a lángja, illetve én férfiasan bevallom, hogy én nagyon szerettem az angol árnyék kormányokat, de rajtuk kívül még sokkal nem találkoztam, és nem teljesen értem, pedig minden tekervényemet megpróbálom bekapcsolni, hogy világos legyen előttem, hogy mit tudnak ők elérni, vagy mit akarnak, és hogy ez jót tesz az ellenzéknek, illetve szétbombázza az ellenzéket. Mit gondol ön erről? Hát nyilván a kormánykommunikáció érdemben teljes mélységében még nem állt bele ebbe a kérdésbe. Nyilván még nevetgélnek rajta. Nyilván meg szeretnék várni azt, hogy valóban ők is tartanak-e árnyék kormányinfókat, ami érdekes lehet. Ezzel a döntésével Gyurcsány Ferenc az ellenzéki oldalon egy térfoglalást hajtott végre. Lár Pullár nyilván nem akarta a választási gyászos vereség után erőt demonstrálni. Itt most föltette a DK-t és Dobrev Klárát is abba a pozícióba, ami a közvéleménykutatási adatok alapján valóban teljesen valid és reális. Ők a szilárd és vezető ereje az ellenzéknek. Ez egy innováció, ez a viszonyítási pont, ehhez viszonyulhat a többi ellenzéki párt, és nyilván, ha az árnyék kormánynak bármelyik árnyék miniszter jelöltje tesz egy bejelentést, vagy hirdet egy programot, akkor a sajtó azt fogja idézni,
hogyha ellenpontozni akar egy kormányintézkedést, vagy ha lesz egy kormánybejelentés, akkor nyilván a legtöbben őket fogják megkérdezni, hiszen most Péter, legyünk őszinték, a többi párt az ellenzéki oldalon, Ungár Péter egy friss és üdítő kivétel, de ha úgy igazából szétnézünk, akkor nem látunk sok olyan megszólalást, amire emlékszünk egy fél év múlva is, vagy idézni tudjuk, nem tudom. Hát vannak olyanok, akiknek egyáltalán nem tudok idézni még egyetlen mondatát sem az ellenzéki, van olyan ellenzéki párt, de vajon ezzel, hogy létrejött az árnyék kormány, tovább tud nőni, nem érték el a maximumot a DK, mint hogy egy ilyen üvegplafon lenne, és nem biztos, hogy azon át tudnak menni. Hisz csak úgy tudnak nőni, hogyha az ellenzéki pártoktól elszipkázzák az embereket. Nem tűnik nekem úgy, hogy valaki majd a DK-hoz át fog menni a Fideszből vagy a KDNP-ből. Azt mondjuk úgy, hogy kizárható, viszont így az ellenzéki oldalon nem lesz konszenzus kényszerben a DK, vagy megkerülheti azt, hogy az ellenzéki törpepártok vagy parlamenti küszöb alatt mért pártoknak a vezetőivel kell tárgyalóasztalhoz ülni és egyezkedni, mert nyilván megvan a maga tömeg vonzása, és egy-egy sikeres politikus, aki azt gondolja, hogy ő még értékelhető és értelmezhető politikusi pályaívet szeretne magának, vagy egy politikai otthont, akkor talán önként választja a DK-t. Tehát egyszerűen más pártoknak az ellenzéki oldalról a politikusai, azok átülhetnek, vagy csatlakozhatnak a DK-hoz. Látunk a fővárosban már erre utaló jeleket, nem is csak jeleket. Szaniszló Sándor és más képviselők is átültek a DK fővárosi frakciójába. Így lettek ők meghatározó erő a fővárosban. Ildikó, legközelebb innét folytatjuk, persze azért ezt a 9-2-t azért érdemes odafigyelni. Az önkormányzat időközi választás, ami most ugye Miskolcon győzött a Fidesz jelöltje, Újpesten az ellenzéki, de torony magasan a Fidesz vezeti ezeket a nagyon köszönöm még időközi egyszer, hogy választásokat. Ilyen korán reggel fölkelt hozzánk, nekünk öröm volt látni és hallgatni az értékelését. Előzetesek, és már is érkezik Péter Falvi Attila, Annaik elnöke. Az elmúlt bő negyed órában Csuha Ildikót hallhatták, az ATV főmunkatársát. Tartsanak továbbra is velünk! Már csak pár pillanat, és kezdődik a heti tévé reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Élőben a stúdióból jelentkezik Breuer Péter. A Pirkadat mai vendége... Dr. Péter Falvi Attila, a NAIK elnöke, és ezen kívül több egyetemen óraadó tanár, vagy már adjunktus? Jó reggelt kívánok! Szép jó reggelt. Igen, sok egyetemen tanítok, de 1986 óta az államigazgatási főiskolán, illetve jogutódjánál a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen polgári jogot és személyiségi jogokat, most adatvédelmet, információszabadságot. Ez annyit jelent, minek utána egyre többet hívják önt és a hivatal munkatársait előadni, hogy tulajdonképpen az önök által képviselt, az ön által vezetett és képviselt intézmény Magyarországon is a lendő jogászok és köztisztviselőknél egyre fontosabb szerepet tölt be? Én azt gondolom, hogy ez nyilvánvaló. Nem biztos, hogy mindenki így gondolja, vagy lehet, hogy aki így gondolja, akkor is nem olyan könnyű egy tárgyat beépíteni egy oktatási
rendszerben, tehát ami rendszerben, ami fontos lenne szerintem, hogy úgy jelenjen meg az alapképzésekbe, nem csak a közszolgák képzésénél, de hát ott egyértelmű, hogy mind az adatvédelem, mind az információszabadság egy öntetően fontos. Erre egyébként rá is mutat, most van egy információszabadság projektünk, lassan lezárásra kerül. Egyedülálló projekt, uniós projekt, hogy Magyarországon az első törvénytől kezdve, 1992-től kezdve fölmérte, hogy hogyan érvényesül az információszabadság a központi közigazgatás, kormányzati szektorban, önkormányzati szektorban, közpénzek átláthatósága, illetőleg milyen egyéb fontos tényezők vannak, amelyek segítik a nyilvánosságot, alkotmánybíróság, bíróságoknak a döntései, adatvédelmi hatóság, civil szervezetek. És itt is megállapíthatjuk, hogy a tulajdonképpen az adatvédelem, azt nem mondom, hogy teljes egészében rendben van, de nyilván a GDPR felhívta a figyelmet ennek a fontosságára, nem utolsó sorban a bírság jelentős megemelésével, de az adatvédelmi képzések, ha részben alapképzésben, de posztgraduális képzésben több helyen beindultak. Viszont az információszabadság legalább olyan fontos lenne, főleg azoknak, akik ezeken a területeken felelősek a nyilvánosságért. És az, hogy ez nem működik megfelelően, még arra ez a projekt is rávilágít. Én egetrengető, biztos majd így hallatszik másoknak, butaságnak tűnik, de én úgy érzem, hogy már az általános iskolába el kéne kezdeni bevezetni ezt, és a gyerekeket fölvilágosítani, hogy kinek milyen jogai vannak, és hogy kell az adatokat védeni. Ezzel maximálisan egyetértek. Tehát nem elég az egyetemen és a szakirányú képzésekben, hanem az általános iskolában, a gimnáziumban szerintem a honismeretek mellett ez is egy nagyon fontos dolog lenne. Mi ezt javasoltuk is, több kiadványunk is van. Igaz, ezek GDPR előttiek, tehát kompatibilis kell előbb-utóbb tennünk. Erről szólt a kulcs a netvilágához, a kulcsocska a netvilágához, egy Arcades projekt. Azért is tartom fontosnak, mert a mai világban, az online világban nagyon csúnyán vissza lehet élni mások személyiségi jogaival, meg lehet alázni valakit, ugye számtalan online öngyilkosságok is bekövetkeztek, nagyon szép számmal. Bizony, ezért az is fontos lenne. Másrészt, ami egy érdekes kérdés, hogy ugye én elég régóta foglalkozom ezzel a területtel, és korábban egyértelműen a különböző szemléletű sajtónak, online műsorszolgáltatónak, hírszolgáltatónak a hozzáadott értékétől lehetett úgy elvonatkoztatva adathoz jutni, ha magam igénylem a közérdekű adatokat. De ma már, és ez sok alkotmánybírósági döntés is kimondja, hogy előtérbe került az információszabadságnál az a jogállamisági szempont, hogy ahhoz, hogy nekem véleményem legyen, ahhoz adatokra van szükségem. És hogyha nem kapom meg az adatokat, vagy nem a valós adatokat kapom meg, hanem mondjuk torzított adatokat, hamis adatokat, akkor nem működik a demokrácia, és nem működik a jogállam. Tehát amikor az adatvédelmi hatóság a brüsszeli bizottsággal minden évben folytatunk jogállamisági konzultációkat, ENSZ különleges jelentéstevőjével, Velencei Bizottsággal, Európa Tanács képviselőjével, akkor általában nagyobb, sokkal nagyobb teret kap az információszabadság, mint az adatvédelem. Csak hogy egy példát mondjak, amikor bejött az alaptörvényi szabályozás az alapítványi egyetemekről, vagy ezekről a közhasznú szervezetekről, akkor a jogállamisági egyeztetéseken pont az volt a kérdés, hogy vajon ez a jogszabályváltoztatás, ez érinti a korábbi nyilvánossági
fokot, vagy a közpénz definiálása, és nekünk az volt a véleményünk, hogy miután az alapítványi egyetemek ugyanúgy közfeladatot látnak el, a közfeladat oldaláról a nyilvánosság megmarad, sőt, amikor megalakulnak ezek az egyetemek és megkapják a közpénzeket, akkor értelemszerűen az is. Most tulajdonképpen, ami történik az uniós pénzek lehívása kapcsán, ezeket szeretné konkrét jogszabályi formában látni az Európai Bizottság, hiszen a vállalások között az is szerepelt, hogy ilyen irányú törvénymódosításokat is benyújt a kormány, ami egyébként evidens, szerintem mindenki így gondolja, de mégis lehet, hogy a bizottság egyfajta bizonytalanságot érez, és ezért konkrét rendelkezéseket szeretne erről. Amikor készültem erre a beszélgetésre, kigyűjtöttem a legaktuálisabb kérdéseket, ami már azért nem annyira aktuális, gondolom már részben meg is oldódott, illetve válaszokat adott az intézménye erre. Például a tankoláskor beolvasott adatainkat. Igen, ugye ott nagyon fontos volt, hogy mi a személyes adatkezelésének a jogalapja, és ott lehet kötelező adatkezelés. Most nyilván a kötelező adatkezelés a veszélyhelyzet alatt történhet rendeleti formában. Tehát a hatóság nem azt vizsgálta, hogy jogszerű-e ez az adatkezelés vagy nem, hiszen a jogszabályi alapja megvolt, amit viszont észleltünk, munkatársaim is közvetlenül is, hogy amikor rákérdeztek a benzinkutnál, hogy ezt most miért kell megadni, odaadni a forgalmi engedélyt, miért kell leolvasni róla a kódot, egyebeket, akkor nem tudtak megfelelő tájékoztatást adni. Nem volt kitéve a benzinkutakon az adatkezelési tájékoztató, és nem volt elérhető az interneten sem. Tehát a hatóság azért indított vizsgálatot, mert alapelvi követelmény, hogy az érintett megfelelően tudjon a tájékoztatás, de hogy váratunk el egy benzinkút kezelőtől, minden tiszteletem az övéké, nagyon nehezen dolgoznak, hogy ő úgy tudja az adatainkat kezelni, hisz ahhoz a géphez nagyon sokan hozzáférnek. Hát alapvető kérdéseket nyilván kell tudnia válaszolni, hiszen amíg beüti a pénztárgépbe a tankolást, addig is 2-3 mondatot tudna mondani, illetve valamit ki lehetne tenni papíron is, illetve egy online linket is meg lehetne jeleníteni, ahol az érintett utána tud nézni, hogy erre miért van szükség, meddig kezelik az adatai, továbbítják-e valakinek, stb. Tehát ezért... De esetleg sokkal egyszerűen, hogy az autó törzskönyvét kérnék, tudnélik ezeket a maga a macerás is kivenni, elővenni ezt a papírt, ez a papír károsulni fog, utána sorba állhatunk a cseréjékért. Helyhatósági választások vannak. Most már mindjárt végén vagyunk ezeknek a képviselőpotlásoknak, és elég sok probléma adódott körülötte, akik vesztesek, azok mindig fellebbeznek, és a bírósághoz fordulnak, illetve a bizottságokhoz, hogy túl sokan jelentkeznek be nem lakás céljára használt dolgokhoz. Van-e itt egyáltalán az adatvédelemnek valami teendője? Hát sok teendője van, hiszen még most is vannak nyitott ügyeink, akár az ellenzéki előválasztással kapcsolatban, akár pedig az országgyűlési választásokkal kapcsolatos. Tulajdonképpen nem a választásokhoz köthető azon adatkezelésekkel kapcsolatban, amelyeket törvény rendel el, hiszen a választások kapcsán vannak olyan adatkezelések, amelyek jogszabályban, törvényben vannak, például hogyan lehet ajánlásokat gyűjteni a választások kapcsán, milyen igazolványokat kell elkérni, amikor szavazni megy valaki, de vannak olyan adatkezelések, amelyek nem a magyar törvény alapján történnek, hanem a GDPR alapján, ezek a szimpatizáns gyűjtések, illetve azok a
az SMS-ek, e-mailek, telefonhívások, amelyek arra buzdítják az állampolgárt, hogy menjen el és szavazzon valakire. Na most ezek az adatkezelések, ezek zárójelben megjegyzem, ugye azért azt tudni kell, hogy mindig azok jönnek panaszkodni, akik olyan pártoktól kapnak üzenetet, amelyekkel nem szimpatizálnak, ez természetes. De ilyen jellegű adatkezeléseknél mind a két oldal vonatkozásában nagyon sok panasz beadványt kapunk, és ezeket ki kell vizsgálni, és miután sokszor külföldi partnereket is bevonnak, ezért ezeknek a vizsgálata hosszú időre elnyúl. Hát ez egyre veszélyesebb lesz, de természetesen 24-ig még van idő ezeket megoldani, és 24-ben lesznek nagyméretű mi mindig ki is adunk olyan ajánlásokat, figyelemfelhívásokat, amelyekből tanulhatnak az adatkezelők, és az is benne van, hogy és ezeket fogjuk számon kérni. Köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt. Az, kedves nézőim, az elmúlt bő negyed órában dr. Péter Fabri Attila, NAI elnöke volt stúdiónk vendége. Mielőbb visszavárjuk, hogy részletesen be tudjunk számolni a változásokról. Előzetesek is már is érkezik, Szanyi Tibor, az ISZON vezetője. Tartsanak velünk! Már csak pár pillanat, és kezdődik a heti tévé reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Élőben a stúdióból jelentkezik Breuer Péter. A Pirkadat mai vendége... Dr. Szanyi Tibor, az ISZON vezetője, szép jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Hát úgy tűnik, hogy megint kimaradt valamiből, nincs ott a neve előtt, hogy... az árnyék kormány minisztere, alminisztere, főminisztere, koordinátora. Mi történik önnel? Valószínűleg ennek az az oka, hogy nem vagyok tagja a demokratikus koalíciónak. Nem voltam, és ha kis szerencsém van, akkor nem is leszek. És ugye hát ők most egy ilyen saját alomból próbáltak meg kormányt csinálni. Hát hajrá! Mennyire van ön szerint fejlődési lehetőségük nekik, hisz Isten segítségével az ISZON-tól nem fognak elvenni embereket, a KDNP-től és a Fidesztől sem, lehet, hogy a maradék ellenzéki pártokat fogják fölfalni? Tulajdonképpen abból a szempontból a DK-nak a magatartása teljesen logikus, hogy, és ezt én magam is vallom, hogy maximum kinövekedni tudnak az új erők. Viszont ugye őket hát nagyon húzza, hogy messze nem új erő. Most akkor csak a főnökükre gondoljunk. Miért hogy... ön új erő? Én nem vagyok új erő, de cserélem... Ön is elmúlt már 18 éves. Bingo. Na de 18 évet úgy értem, hogy a párt munkássága ez, is már... Ez így igaz, de se személyzeti állományában, ez a kisebbi vagy, és a filozófiájában nem új erő. Tehát tulajdonképpen ők azért egy ilyen erős, liberális, némi baloldali fűszerezettségű politikát próbálnak folytatni. Hát csak jellemző, hogy én azt gondolom, hogy mindaddig itt nem lesz igazi fordulatra lehetőség, amik milliárdosok vannak a különböző kormányokban. Akkor nézzük meg, ebben, hogy... ebben a kormányban is 3 milliárdos lehet látni, tehát most akkor innentől kezdve nehéz ezt baloldalra pozícionálni. Akkor nézzük a mai programját. Elképzelhető, hogy nem első dolga lesz, hogy
Milóninak küld gratuláló levelet? Én éppen tegnap hallgattam meg egy pár műsort, meg pár kommentárt így a szakértő újságíróktól, és a természetes... újságírók vagy szakértők? Hát néha így úgy, hát össze tud azért az érni. De a lényeg az, hogy azért már itt főleg a, mondjuk így a polgári fertályon nagyon elindult a szerecsemosdatás. Tehát, hogy ó, hát ő nem is fasiszta, meg ez ugyanaz, mint a Jobbik, hogy tele van olyan figurával, és nem csak Meloni saját maga. De Meloni már több párton keresztül próbált ebből kilépni Mussolini árnyékából, és mégiscsak ő az első igen, miniszterelnök de... nője Olaszországnak. Hát ha lesz. Hát úgy tűnik az eredményekből, hogy lesz. Az összes létező gyökere az belelóg különböző fasiszta mozgalmakba. Ez az egyik. A másik pedig az, hogy tele van a pártja, meg a jelöltje olyan figurákkal, akiknek finoman szólva is közismert fasiszta nézetek alkotják a múltját. Tehát most ez ugyanaz, mint a Jobbik, hogy megjavultunk, és akkor szoktam ezt mondani, hogy igen, hát ez körülbelül olyan, mint hogy Hitler megjavult volna. Szóval ilyen nincs. Aki egyszer már fasiszta volt, az az is marad. Hát én erre ezt tudom mondani. Ezzel együtt én nem jajongok, mint itt bizonyos mainstream vonalak, mert... Na ez már dicséretre méltó, ha nem jajong, hanem közben építi a pártját. Tehát nem fogja az idejét azzal pazarolni, hogy gratuláló levelet küld az olasz megválasztott, vagy bizonyára megválasztandó miniszterelnök. Hát azért az exit pollok is azt mondják, hogy azért nem olyan egyszerű ez, mert azért lehet, hogy súlyos kompromisszumokra kényszerül majd a koalíciókötés szintjén, tehát erre mondtam azt, hogy ez a miniszterelnökség, ez nem olyan biztos. Én emlékszem arra még, hogy volt egy idő, amikor a szocialista Bettino Craxi a maga 2%-os szocialista pártjával volt 6-szor miniszterelnök egymás után, szóval... Ilyen is volt már. Jó, árnyékkormány értekezletére sem megy, mert kihagyták ebből a buliból ön. A parlamentbe sem fog menni, hisz megindul az újabb évad. Azért nem fog menni, mert ugye nem sikerült bejutnia, akkor mit fog csinálni? Sebeit nyalogatja, vagy tovább építi a mozgalmát? Nincsenek sebeink. Tehát ez a legszebb az egészben, úgyhogy van mit nyalogatni, de hogy nem a már a munkáspárt is ott hagyta önöket. Lehet ezt így mondani, csak ez fordítva történt, tehát a tényszerűségek szintjén... Jó, majd hívjuk az elnöküket és megkérdezzük. Voltunk azok, akik fölfüggesztettük ezt az együttműködést, és még ezt mondom, fölfüggesztettük, szüneteltetjük. Ha, akkor még lehet, hogy majd együtt fognak a választások. No, de jelen pillanatban minket az érdekel, hogy hogyan tudjuk a lehető leggusztusosabban, a lehető leghatékonyabban segíteni a pedagógusok jelenlegi mozgalmait. Itt ugye több is van, bár szakszervezeti szinten is úgy érzem, hogy azért támogatásra... Hát, hogyha vannak Brüsszelbe kapcsolataik, akkor beszélnek Brüsszelre, hogy adják már oda azt a pénzt, amit igen, csak mi úgy érzünk, hogy jár nekünk. Igen, csak az a helyzet, hogy a tanárok fizetése az nem Brüsszelen múlik. Tehát ez egy hülyeség, amit mond a kormány. A fedezet. De nem, hát... Valamiből ki kell fizetni. Kormány már elismerte, hogy emelni Brüsszel kell. Soha nem vállalt olyasmit, hogy ő fizeti a magyar tanárokat, tehát ilyenről szó nem volt. Olyan volt, hogy a kormány vesz mondjuk Vodafont, ezáltal kívülről a kassza, és nem tudja kifizetni a tanárokat. Ezt már elmondta a múltkor. Igen, tehát ilyen közvetettségek vannak, de direkt összefüggés nincs a kettő között. Mi viszont azzal próbálunk segítségül lenni, hogy próbálunk építeni egy úgynevezett lassító sztrájkot a történet mögé. A lassító sztrájknak ugye az a lényege, hogy mindenki, aki ebben részt akar venni a munkahelyén, az összes létező lehetséges jogszabályra és szabályra és házirendre és nem tudom mire figyelemmel van. Magyarul, hogyha itt ebben a stúdióban nincsen mondjuk poroltó készülék, akkor itt föláll a technikus és azt mondja, hogy hazamegy. De itt van. Na, erről van szó, de bármi lehet. Egyszerűen azért, hogy érezze a hatalom, hogy itt azért nem egyedül vannak a pedagógusok. Nagyon nehéz egyébként, én ezt szülőként, tehát általános iskolai szülőként is, általános iskolás gyerek szülőjeként merem mondani, gyerekek szülőjeként merem mondani, hogy bizony, hogyha a szülő például oly módon, hogy nem voltak ilyen ötletek, hogy ne engedjétek a gyereket iskolába, stb. Szóval akik így ne bele... Ne szóljon ki a gyereket. Na erről van szó. Tehát keményen lehetnek ennek következményei.
Tehát olyan segítségben gondolkodunk, ahol mégis ki lehet fejteni a szolidaritást, az együttérzést és a közös platformon való állást, de... És ettől többen fognak jelentkezni a felsőoktatási intézményekbe, hogy tanári pályára akarnak menni? Hát abban a pillanatban, hogyha rendezzük hogy a kormány rendezni a pedagógusoknak a bérét, mert azért ne felejtsük, az ő bérük jelen pillanatban be tud csúszni a minimálbér alá. Tehát ez a szörnyű, mert ugye ők valamilyen oknál fogva kivételek a köznevelési törvény bér klauzulái okán, tehát nem vonatkoznak. Menjünk tovább. Mi a véleménye arról, hogy 9-2 arányban vagy 10-2 arányban most már a idő előtti helyhatósági választásokon, ahol pótlások voltak, a kormánypártiak győznek. Tehát... Úgy tudom, hogy mindenütt a kormánypártiak győztek, csak egyedül Újpesten nem, ott kétszer is nem. Újpesten is a mai lapok szerint. Újpesten? Én úgy tudom, hogy az ellenzéki... Miskolcon akkor győztek legutoljára. Nem, Miskolcon a Fidesz győzött. Igen, erről. Én azt mondom, hogy egyedül Újpesten volt most két olyan választás, Újpesten volt két olyan választás, ahol is, amikor nem a kormánypárt győzött, tehát itt az Újpest a kivétel, és nem 11-2-re áll a meccs, hanem itt Újpestről van alapvetően szó. Ez azt jelenti, hogy az ottani erők, már úgy értem a nem kormányzati, tehát ellenzékének gondolt erők, ezek rendelkeznek azzal a szervezettséggel, hogy mobilizálni tudnak szavazókat a választásokra. Ez egy technikai kérdés, tehát én ezekből politikai következtetést nem vonnék le. Időközi önkormányzati választásoknál csak és kizárólag az a kérdés, hogy abból a 4-5 ezer emberből, vagy potenciál szavazóból ki tud elvinni 100-200-at. Ez egy nagyon-nagyon sziszifuszi munka. Én azt gondolom, hogy a kormánypárt vagy a kormányerőknek a szervezettsége jóval erősebb, mint az ellenzéké. Hát ezért tudnak a választásokon kivéve is Újpesten. Tehát igen, csak hogy ebből nem szabad olyan túlzott politikai következtetéseket levonni szerintem. Szóval azt mondja, hogy korai még. Mennyire foglalkozik naponta már a 24-es választásokkal, az EU választásokkal, és így tovább? Nagyon. Nagyon foglalkozunk ezzel, tehát most azért nagyjából meghatároztuk, hogy milyen célokat szeretnénk elérni ezen a két választáson, meg azt is, hogy milyen módszerekkel. Tehát az igen szolidaritás alapvetően a mögötte lévő mozgalmaknak a segítségét keresi és kéri az önkormányzati választásokra. Az európai választásokra pedig megpróbálnánk újra valamilyen közös baloldali listát előállítani. Ugye ott az egész ország egy választókerületnek tekintendő, tehát ott csak listás szavazatok vannak. Tehát ezzel a megkülönböztetéssel, hogy tehát az önkormányzatinál ott a mozgalmi alapokra, az európai választásokra, a szövetségi alapokra helyezzük a hangsúlyt, és hát azért szeretnénk legalább két polgármestert, egy városit és egy vidékit előállítani, illetve hát benevezni hát legalább 5%-kal az európaira. Magyarázza meg, most következik egy beugratós kérdés, hogy rájöjjünk azért, hogy mennyire demokratikus az ön világnézete. Mennyire fair dolog, hogy a bizottság elnökasszony egy amerikai egyetemen megfenyegeti az olasz választókat, hogy Lengyelország és Magyarország sorsára fognak jutni, hogyha a jobb oldalra szavaznak. Tehát még nem voltak zárva a szavazófülkék, ez nem egy tagállam belügyeibe való beleszólás? Nem. Azt gondolom, hogy az Európai Unión belül ott nagyon nehezen értelmezhetők a belügyeknek a kérdései. Én azt gondolom, hogy ez egy politikai nyilatkozat volt. Én nekem személy szerint nem tetszik az ilyesmi, amikor ilyen... Na, ezt akartam hallani. Nem érzem etikátlannak, nem érzem udvariatlannak se. Én azt gondolom, hogy amikor persze ez fordítva is így szokott lenni, hogy bizonyos, amennyiben konzervatív erők állnak valahol úgymond győzelemre, akár Magyarország esetében, az Európai Bizottság számos tagja az ellenzék mellett tette le a voksot. Hát most az Európai Bizottság számos tagja a szintén a mostani olasz ellenzék mellett, vagy szemben teszi le a voksot. Politika, én azt gondolom, mondom, én nem tennék ilyesmit, tehát nem mennék oda Bulgáriába is azt mondani, hogy. Ez nagyon visszás tud lenni egyébként, főleg az, hogyha egy német politikus mond Olaszországnak valami ilyesmit. Tehát sok itt az áthallás,
Én azt mondom, hogy az Európai Bizottság azért egy kicsit depolitizálhatná magát ebből a szempontból. Lehet, hogy ez jót tenne nekik. Kedves nézőim, a pontos idő 8 óra az elmúlt szűk negyed órában. Szanyi Tibort, az ISZAM vezetőjét látták és hallották. Most következik egy általam vélt objektív híradó. Ha valakinek építő jellegű véleménye van, rajta ne tartsa vissza magát. Igaz, ma ünnep van, én nem is vagyok itt, csak önök miatt, mert különben nekem is ünnepelni kéne, de akkor ma ne telefonáljanak, csak írjanak nyugodtan, ragadjanak tasztatúrát, mindenre válaszolni fogunk, de mielőtt tasztatúrát vagy tollat ragadnak, nézzék még egyszer, és lehet, hogy rájönnek, hogy tényleg objektív volt. Jön akkor ez az objektív híradó, és utána jövünk vissza Róna Péterrel, Smuk Erzsébettel és Gyarmati Istvánnal, ez a mai kínálatunk, és várjuk önöket vissza, figyelemmel kísérjék a híradót. Főbb híreink. Véget ért az országgyűlés nyári szünete, elkezdik a munkát a képviselők. Autómentes vasárnapok bevezetését javasolja a Nemzetközi Energiaügynökség. Terroristák vasárnap éjszaka 4 kg robbanóanyagot tartalmazó robbanó szerkezetet helyeztek el a Kedumin bejáratánál lévő benzinkútnál Izraelben. Több energiakereskedelmi projekt napirendre került, melyek megvalósulhatnak az Egyesült Arab Emírségek és Németország között. Köszöntöm kedves nézőinket, önök a heti TV híradóját látják, belföldi híreink. Véget ért az országgyűlés nyári szünete, elkezdik a munkát a képviselők. Az őszi ülésszak első napján felszólal Orbán Viktor, továbbá esküdtesz két régi, új, jobbikos képviselő. Szavaznak Fekete Győr András a Momentum bukott ex-elnöke mentelmi ügyében, valamint megkezdődik az Európai Bizottsággal zajló egyeztetésekhez kapcsolódó törvények vitája is. Két hónapos nyári szünet után folytatja ma munkáját az országgyűlés, ahol ismét számítani lehet az erős hangvételű politikai csörtékre a kormánypártok képviselői, valamint az ellenzék tagjai között. Az ülés kezdetén a parlament megemlékezik a tavaszi ülésszak utolsó napja óta elhunyt korábbi képviselőkről, így többek között Wittner Máriáról is. Az 1956-os forradalom hőse 2006 és 2014 között két cikluson át volt a Fidesz frakciójának tagja. Az őszi ülésszak első napján két jobbikos képviselő tehet esküt, Ander Balázs és Dudás Róbert. A sport elképzelhetetlenül fontos egy erős ütőképes hadsereg létrehozásához, mondta Szalai Bobrovnicki Kristóf vasárnap a 16. alkalommal megrendezett NATO futás rajtja előtt Budapesten. A honvédelmi miniszter emlékeztetett arra, hogy Magyarország elkötelezett és megbecsült tagja a NATO-nak, amely idén is támogatja az eseményt. Szalai Bobrovnicki Kristóf hozzátette, az ő feladata, hogy újra egy erős, ütőképes, magabiztos, jól felszerelt, jól kiképzett és megbecsült magyar hadsereget építsem. Ebben a sportnak nagyon fontos szerepe van, a futás pedig a legtermészetesebb, a legegészségesebb és a legszebb sportok egyike. Fussunk együtt a békéért, mert a békéhez erő kell, fogalmazott a miniszter, aki 900 katonával, köztük az olimpiai ezüstérmes párbajtőrözővel, Siklósi Gergellyel és a világbajnok öttusázóval, Kassa Róberttel, valamint számos civil résztvevővel együtt maga is rajthoz állt. Autómentes vasárnapok bevezetését javasolja a Nemzetközi Energiaügynökség. A magyar kormány viszont elutasítja az autós közlekedés bármi nemű korlátozását. A levegő munkacsoport elnöke szerint időszerű lenne lépni az ügyben. Párizsban és Brüsszelben is igaz, hogy nem minden vasárnap, de már volt olyan alkalom, amikor a város nagy részét lezárták az autók elől, és csak a tömegközlekedés, a taxik és a közszolgáltatásokat végző járművek közlekedhettek.
Ez tehát megvalósítható, fogalmazott Lukács András. A kormány viszont nem tervezi a vasárnapi autótilalom bevezetését. Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter egy online közzétett videóban arról beszélt, hogy a korlátozásra miért nincs szükség. Erre nem kerül sor, azt gondolom nem ez a cél, hanem az, hogy megvédjük a családokat a magasabb energiaáraktól, és ez idáig sikerült. Mi árstopokban hiszünk, illetve ezek fenntartásában, mondta a videóban Nagy Márton. Országos egységes sztrájkot hirdet az oktatás világnapjára október 5-ére a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete. Közleményükben azt írták, pénteki ülésükön döntöttek a közeljövő akcióról. A gördülő sztrájk folytatása mellett rendszeresen fognak napokat megnevezni, amikor munkabeszüntetésre hívják az oktatásban dolgozókat, jelezték. Október 5-re azt kérik az óvodákban, iskolákban, kollégiumokban, szakszolgálatokban dolgozók, ezen a napon ne vegyék fel a munkát. A PDS a közszféra és a versenyszféra szakszervezeteit arra kéri, hogy szervezzenek szolidaritási sztrájkot, szolidaritási akciókat erre a napra, hogy világos legyen, az oktatás nemzeti ügy. Külföldi híreink. A zsidó új év Rosh Hashana kezdetével a Jewish Agency for Israel bejelentette, hogy körülbelül 15,3 millió zsidó él szerte a világon. Tavaly körülbelül 15,2 millió zsidó élt világszerte, ami azt jelenti, hogy a lakosság száma körülbelül 100 ezer zsidóval nőtt. A világ zsidó lakossága azonban még mindig több mint 1 millióval kevesebb, mint a holokauszt előtt. A világon élő 15,3 millió zsidóból körülbelül 7,8 millió Izraelben él, ami körülbelül 130 ezerrel több, mint tavaly ilyenkor. Körülbelül 6 millió zsidó él az Egyesült Államokban, a következő legnagyobb zsidó lakosság Franciaországban él, ezt követi Kanada, az Egyesült Királyság Argentína, Oroszország, Ausztrália és Németország. Magyarországon körülbelül 46.500 zsidó él. Terroristák vasárnap éjszaka 4 kiló robbanóanyagot tartalmazó robbanószerkezetet helyeztek el a Kedumin bejáratánál lévő benzinkútnál, jelentette a Kán közszolgálati műsorszolgáltató. Egy lakó hajnali 2 óra körül vette észre a csomagot a kútoszlopok között, tűzszerészek hatástalanították a robbanószerkezetet, sérülés pedig nem történt, a terroristák megszöktek. Az ünnepre egyébként lezárják Júdea és Szamária területeit, valamint a gázai átkelőhelyeket, és a biztonsági erők több tucatnyi támadásra vonatkozó figyelmeztetése miatt magas szintű a készültség. Biztonsági tisztviselők szerint a gázai övezetet uraló Hamász terrorszervezet Irán ösztönzésére fegyverekkel és pénzzel árasztja el a palesztin hatóságok területét támadások végrehajtásához, és támadásokra csábítja a fiatalokat, még azokat is, akik ideológiájukat nem osztják. Belehalt sérüléseibe egy 50 éves férfi, akit egy dimonai zsinagóga előtt késelt halálra gyilkosa. A nyomozás megkezdése után a Héber médiában megjelent riportok szerint a gyanúsított, aki állítólag az áldozat szomszédja volt, a zsinagóga elé érkezve elkezdett kiabálni és szitkozódni. Az épületben imádkozó áldozat kiment és azt kérte, hogy maradjon csendben, miután a 49 éves férfi odalépett hozzá és derékon szúrta. Az áldozat még visszatudott menni a zsinagógába, ahol összeesett. A helyszínre érkező mentősök ellátták, és a Szoroka kórházba szállították, ahol végül halottnak nyilvánították. A dimonai rendőrök a helyszínről elmenekülő gyanúsítottat azonosították, és egy órán belül letartóztatták. A hétvégén több súlyos, erőszakos incidens is történt. Az ukrán elnök szerint megdöbbentő, hogy Izrael nem biztosította országának fejlett fegyvereit. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök pénteken elítélte Izraelt, amiért nem nyújtott segítséget országának, mondván, hogy országa semmit nem kapott Izraeltől. Meg vagyok döbbenve, nem értettem, mi történt Izraellel, mondta Zelenszkij egy francia televíziós csatornának. Nem értem, miért nem tudnak nekünk légvédelmi eszközöket biztosítani. Izrael nem adott nekünk semmit. Semmit. Nem vádolom a vezetőket, voltak megbeszélések Izrael vezetőivel, de ez nem segített Ukrajnán, tette hozzá az ukrán elnök. Erdogan török elnök azt mondta amerikai zsidó vezetők egy csoportjának, hogy Izraelbe tervez látogatást, ami az eddigi legegyértelműbb jele annak, hogy szándékában áll helyreállítani a régóta megromlott izraeli-török kapcsolatokat.
Erdogan azt is mondta az amerikai zsidó szervezetek vezetőivel teli teremben, hogy az antiszemitizmus emberiség elleni bűncselekmény, mondta a találkozó egyik résztvevője. A találkozóra New Yorkban került sor, ahol a múlt héten az ENSZ közgyűlése miatt gyűltek össze a világ diplomatái. Erdogan nem közölte, hogy mikor látogat Izraelbe. Törökország és Izrael a múlt hónapban bejelentette, hogy tervezik a teljes körű diplomáciai kapcsolatok helyreállítását, amelyek 2010-ben szakadtak meg, amikor Izrael feltartóztatott egy török hajót, amely megpróbált áthatolni a gázai övezet izraeli és egyiptomi blokkádján. Iszák Herzog izraeli elnök, márciusban Yair Lapid miniszterelnök pedig júniusban külügyminiszterként töltött utolsó napjai egyikén látogatott Törökországba. Több energiakereskedelmi projekt napirendre került, amelyek megvalósulhatnak az Egyesült Arab Emírségek és Németország között, és soha többé nem történhet meg, hogy Berlin egyetlen energiabeszállítóra hagyatkozzon, jelentette ki Olaf Scholz német kancellár vasárnap Abu Dhabiban. A kormányfő úgy vélte, biztosítani kell a világ cseppfolyósított földgáz termelését, annyira fejlett legyen, hogy el tudja látni a most is tapasztalható nagy keresletet úgy, hogy közben nem kell az oroszországi kitermelésre hagyatkozni. Németország egészén a közelmúltig erősen függött az orosz gáztól, a német szövetségi kormány azonban az Ukrajna elleni orosz támadás kezdete óta egyre jobban igyekszik más forrásokból is biztosítani az ország energiaellátását. Jól lehet, Scholz a vasárnapi sajtótájékoztató nem árult el többet a fejleményekről. Robert Habeck, német gazdasági miniszter és alkancellár a múlt héten közölte, hogy a hétvégi Abu Dhabi látogatás célja, hogy megállapodást kössenek az emírségekkel a cseppfolyósított földgáz és dízelolaj Németországba irányuló exportjáról. Az Egyesült Arab Emírségek a világ hetedik legnagyobb földgáztartalékával rendelkezik. Észak-Korea vasárnap ismét ballisztikus rakétát lőtt ki Fenyen közeléből a japán tenger irányába, közölték a dél-koreai vezérkari főnökök. Az atomtöltet célba juttatására alkalmas rakéta a japán védelmi minisztérium közlése szerint 600 kilométeres távolságot tett meg és 50 kilométeres magasságot ért el. A dél-koreai nemzetbiztonsági tanács elítélte Fenyen provokációját, egyúttal kijelentette, hogy semmilyen okból nem tartja elfogadhatónak a rakétatesztelést. Észak-Korea katonai tevékenysége a nyilatkozatokban foglaltak szerint egyértelműen szembe megy az ENSZ biztonsági tanácsának határozataival, és tovább szítja a feszültséget a koreai félszigeten és a térségben. Kishida Fumio japán miniszterelnök nyilatkozatban közölte, hogy Tokió mindent megtesz annak érdekében, hogy információt gyűjtsön a rakéta kilövésről, és hogy megbizonyosodjon a hajók és légijárművek biztonságáról. Sebesülésekről vagy károkról egyelőre nem tudni. A dél-koreai katonaság közölte, hogy a vezérkari főnökök egyeztetnek az Egyesült Államok katonai parancsnokaival arról, hogy miként reagáljanak az Észak-Korea által fennálló fenyegetésekre. Híreinkről bővebben a BrailleRepress.com vagy a hetitv.com-on olvashatnak, és most röviden az időjárásról. Ma is országszerte borongós idő várható, este a csapadékmezők kelet felé mozog majd. A nyugati és középső országrész felett vékonyodik, szakadozik a felhőzet, miközben keleten borús esős idő lesz. A hőmérséklet jellemzően 15 és 21 fok körül alakul. Én köszönöm figyelmüket, szép napot, viszontlátásra!
Ez a kívánságszolgálat minden héten, hétfőn, szerdán és pénteken, 2:30-tól várom Önöket új adással. Az ismétlést vasárnap 13:15-től tekinthetik meg. Legközelebb is változatlan szeretettel várom Önöket. Vigyázzanak magukra, viszontlátásra! Csak pár pillanat, és kezdődik a Heti TV reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Élőben a stúdióból jelentkezik Breuer Péter. A Pirkadat mai vendége... Professzor Róna Péter közgazdász, volt köztársasági elnök jelölt. Szép jó reggelt kívánok, professzor úr! Jó reggelt kívánok! Minek utána köztudott, hogy az ön szájába az olasz nyelv is megtalálható, akkor első kérdésem lenne, hogy mit szól az olasz választásokhoz, és mit szól ahhoz, hogy a bizottság elnökasszonya nagyon keményen próbálta befolyásolni a szavazókat, és mintha azt mondta volna egy amerikai egyetemen tartott előadásába, hogy Magyar, illetve Lengyelország sorsára juthat Olaszország, hogyha a jobb oldalra szavaznak? Hát, hogy az utolsó kérdésére válaszoljak először, aztán ezzel eljutunk az első kérdéséhez is. Én ezt egy ügyetlen, szerencsétlen és téves felvetésnek tartom, amit a Ursula von der Leyen mondott, és leginkább az a fontos belőle, hogy téves. Ugyanis Lengyelország is, Magyarország is, Olaszország is, Svédország is, és számos más európai ország is a jobboldali irányba tart, de eltérő módon. Tehát a lengyel helyzet nem azonos a magyarral, a svéd helyzet egyáltalán nem azonos a lengyellel, és így tovább, és az olasz helyzet sem hasonlítható össze se Magyarországgal, se pedig Lengyelországgal. Tehát ez egy buta megjegyzés volt a részéről, azt mutatja, hogy valójában nem érti ezeknek az országnak a tényleges helyzetét, helyzetüknek a történelmi gyökereit. Na most, ami Melonit illeti, ez egy nagyon nagy teljesítmény a részéről, egy nagy siker, és egy megérdemelt siker. Ő ugye Róma egyik legleroppantabb, legszegényebb negyedéből származik, nagyon-nagyon szegény környezet, amit eredetileg Mussolini épített a vasutas alkalmazottak számára. Azóta aztán ez nagyon-nagyon nem lett fenntartva. Egy világosan fogalmazó, koherens, következetes valaki, akinek vannak nagyon-nagyon világosan megfogalmazott elképzelései Olaszország helyzetéről és különböző társadalmi és politikai tényezőkről. Én nem értek ezekkel egyet, de az egy más kérdés. Én ezért ettől függetlenül tiszteletben tartom az ő álláspontját, mert ez egy koherens, érvényes álláspont. A két társa viszont egy egészen más dolog, és itt van a Bibi. Kire gondol itt? Berlusconira és a volt külügyminiszter? Berlusconira és a Salvini-re, ez két végtelenül korrupt, cinikus, aljas bohóc. Mind a kettő. És ez egy nagyon nagy problémát fog a számára jelenteni, mert ezek az égvilágon minden
kereskedéshez és minden opportunista húzáshoz hozzá fognak nyúlni. Professzor úr, meg kell, hogy szakítsam egy pillanatra, mert az előző mondatoknál azt kellett volna, hogy megszakítsam, és azt mondom, hogy természetesen ez az ön véleménye, és nem biztos, hogy szerkesztőségünk ezzel egyetért, és így már meg is oldottuk, hogy senki nem berheti le rajtunk az ön véleményét. Tehát akkor tessék folytatni, elnézést a megszakításért. Jó. Tehát az igazi probléma ott van. A másik komoly probléma az az, hogy idáig Meloni egy gazdaságpolitikai körvonalait nem rajzolta fel. Na most ez akkor jön, amikor Mario Draghi, a korábbi miniszterelnök, nagyon komoly lépéseket tett annak érdekében, hogy rakja rendbe az olasz nemzetgazdaságot. És ez mennyire sikerült neki? Ez mennyire sikerült Draghinak? Ez mennyire sikerült Mario Draghinak? Ez egy nagyon komoly mértékben sikerült, de jó úton haladott Mario Draghi és az olasz nemzetgazdaság, hogy kijöjjön abból a borzasztó állapotból, amiben került az elmúlt 20 év alatt. Hogy ő ezt folytatni kívánja-e, vagy sem, ez egy nagy kérdés, amire a mai napig nem adott értelmezhető választ. Tehát ez ott van. Yeah. Külpolitikában ő keményen EU párti, és kategórikusan elutasította az orosz támadást Ukrajna ellen. Itt is van egy gond, mert a másik kettő nem. A másik kettő, Salvini és Berlusconi, személyes barátságot ápol Putyinnak. Tehát itt lesz egy feszültség. Nem lehet, hogy Meloni inkább atlantista, mint Európai Unió párti? Az, hogy az oroszokkal való orosz-ukrán háborút elítéli, de nekem úgy tűnik az ő kijelentéseiből, hogy azért ő inkább atlantista, mint hogy orosz párti lenne. Lehet, hogy igaza van. Ezt nem vitatom. Minden esetre Oroszországgal szemben az ő álláspontja nagyon hasonlít a lengyel állásponthoz. És itt ugye van egy komoly kapcsolat külpolitikai kérdésekben közötte és a lengyelek között. Tehát ott ők azonos nézetet vallanak. És a balti ország. Tehát ez a helyzet. Nagy kérdés, hogy Salvini megkapja az általa nagyon vágyott belügyminiszteri pozíciót, és végre tudja hajtani azt az alapjában véve azért durván rasszista, migráns ellenes politikát, amit meghirdetett. Tehát ő egyenesen üldözni akarja a migránsokat, egyenesen fegyverek használatát helyezte kilátásba, és így tovább. Salvini nagyon rosszul szerepelt. És az volt Olaszországban a feltételezés, hogy ha nem éri el a 10%-ot az ő pártja, akkor az ő saját pártja le fogja őt váltani a helyettesére, aki viszont közelebb áll Melonihoz, mint Salvini. Tehát ez az egyik érdekes következmény, amely esetben továbbra is migráns ellenes belpolitika lesz a Meloni kormányában, de nem ez a szélsőséges, amit Salvini már éveket áll. Professzor úr, de Salvini azt állította, hogy nem lárpullár migráns ellenes, hanem az olasz gazdaság nem képes arra, sem a lakosság, sem a gazdaság arra, hogy több migránst befogadjanak. Ő ezt állította. Mario Salvini. Igen. Ő ezt is állította, de ugyanakkor megengedhetetlen hangnemmel nyilatkozott a migránsokról. Tehát csótányoknak nevezte őket, szóval ilyen kifejezéseket, ilyen indulatos kifejezéseket használt. Itt két dologról van szó. Abban Salvininek és mindenkinek igaza van, hogy az olasz nemzetgazdaság és társadalom befogadó képessége elérte a határát, vagy legalábbis annak nagyobb közelébe jutott. Ez adott, ugye? Más kérdés, hogy egy katolikus ország megengedheti-e magának azt, és meg akarja engedni magának azt a rasszista, durva hozzáállást, amit Salvini tanúsított. Tehát az rendben van,
hogy nem tudunk többet befogadni, vagy csak nagyon kicsi mértékben, ugye? De az, hogy üldözzük őket, hogy bántsuk őket, stb. Ez a keresztény, a katolikus szeretet, ember iránti szeretetnek ellentmond. És ez nem áll jó, tehát ez nem fekszik. És nagyon értesülésem szerint ennek a tényezőnek jelentős szerepe volt a nagyon gyenge eredménynek, amit az ő pártja elért. Értem. Berlusconit is említette az előbb. Mi baj van Berlusconival? Hát ő már bebizonyította, ugyan mindenféle bírósági ügyei is voltak neki az elmúlt években, de hát elég idős ahhoz, hogy történjen vele már mindenféle. Ő azért mégis a piacgazdaságból érkezett annak idején a politikába. Tehát lehet, hogy ő már letett valamit az asztalra? Miért tartja ön bohócnak? Emlékszem még a karrierje kezdetén, amikor ő New Yorkban járt, és járt a bankokat, és finanszírozást keresett a televíziós csatornázat. Ismerem az ő karrierjét. Alapjában egy korrupt pasi. Tehát az ő vagyona korrupt műveleteknek a gyümölcse. Ez végighúzódik az egész karrierjén. Összeköttetések, tehát kapcsolatrendszer, kihasználása, stb. Tehát az ő piacgazdasága nem piacgazdaság. Az ő piacgazdasága egy maffia piacgazdaság. Hát ez nem fog meg. De hát akkor már régen egy börtönben. Ha ez így lenne, akkor már régen börtönben lenne, nem? Hát jó, ez egy jó kérdés, hogy hogyan működik az olasz igazságszolgáltatás, és mi ez, hogy... Professzor úr, van még pontosan 2 percünk, és minek utána jól ismeri a magyar gazdaságot és az olasz gazdaságot is. Mi várható ebből az új vezetésből? Az olasz-magyar kapcsolatok jobbak lesznek, vagy nincs mit javítani most rajtuk? Valószínűleg jobban lesznek. Tehát Dráginak nagyon nem tetszett Orbán Viktor. Komoly ellenőrzései voltak Drágiban Orbán Viktorral szemben, és a kormányának jó részében is. Tehát ilyen értelemben a Meloni kormány barátságosabb lesz a magyar kormánynak. Igen. Hogy aztán a Meloni kormány meddig tart, hogy ebből a helyzetből mit tud kihozni, hogy mennyi ideje, tere, lehetősége van arra, hogy Magyarországgal kapcsolatban valamiféle kapcsolatépítést kezdeményezzen. Ez egy más kérdés. Én szerintem olyan nagy sok területe erre nem igen van. Neki nem a magyar kormánnyal való kapcsolata fontos, hanem a lengyelekkel. Értem. Olaszország mégiscsak az Európai Unió elődjének, a közös piacnak a tagja volt. Vajon most Meloni vezetése alatt fontosabb szerepet kap Olaszország az Európai Unióba, vagy éppen a jobb oldal hatalomra kerülésével még inkább kinyomják őket majd a németek meg a franciák? Én nem gondolom, hogy a németek vagy a franciák különösebben ki szeretnék őt vagy Olaszországot nyomni. A probléma inkább az, hogy ez a politikai hozzáállás, amit ő képvisel, nehezen illeszthető az Európai Unió keretébe. Tehát itt van egy ilyen kérdés, hogy az ő elképzelés hogyan lehet beilleszteni az Európai Unió politikájába. És itt neki van tennivalója. Én úgy látom, hogy ő törekedni fog arra, hogy ő bennmaradjon az európai hatalmi kör első körében, tehát Olaszország legyen egy európai nagyhatalom, úgymond, és ennek érdekében finomítani fog az álláspontjai. De Európának nem érdeke, Németországnak, Franciaországnak nem érdeke se az, hogy őt megbuktassa, se az, hogy őt partra tegye. Köszönöm, hogy rendelkezésünkre áll, és hogyha engedi, akkor legközelebb is zavarni fogjuk. Kedves nézőim, az elmúlt szűk negyed órában Róna Péter professzor közgazdász, az ellenzék köztársasági elnök jelöltjét látták és hallották. Köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt. Viszont hallásra, Bajer Bogi.
Viszont hallásra. És már is következik Schmuck Erzsébet, az LMP társelnöke. Tartsanak velünk! Ez a kívánságszolgálat minden héten, hétfőn, szerdán és pénteken, 2:30-tól várom Önöket új adással. Az ismétlést vasárnap 13 óra 15 perctől tekintetik meg. Legközelebb is változatlan szeretettel várom Önöket. Vigyázzanak magukra, viszontlátásra! Csak pár pillanat, és kezdődik a heti tévé reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Élőben a stúdióból jelentkezik Breuer Péter. A Pirkadat mai vendége... Schmuck Erzsébet, az LMP társelnöke. Kezi csokolom, gratulálunk a győzelméhez, azóta még nem volt itt nálunk. Köszönöm szépen. Újra választott társelnök. Próbál segítsen megérteni nézőinknek és nekem is, hogy ha az előző választásokon az ellenzék a fővárosba és különböző kerületekbe jó eredményt ért el, akkor most miért veszítenek el mindent? Én azért egy jó hírről tudok beszámolni. Tegnap Újpesten az LMP-nek a jelölt ellenzéki összefogásban nyert, tehát önkormányzati választást nyertünk. Egyébként hát általában és összefüggésekben nyilván a lakosokat, a budapesti lakosokat is sokkolta az országgyűlési választásnak az eredménye. Én úgy emlékszem vissza, hogy 2018 után rosszabb volt a helyzet, tehát ott sokkal tovább büntették az emberek az ellenzéket. Most már érzékelhető az enyhülés, és ez a tegnapi újpesti győzelem is ezt mutatja. Az én felmérésem szerint ön ugyan hölgy, és nagyon fiatal, és nagyon jó állapotban van, de a legrégebbi veteránnak tűnik a zöld fronton. Próbáljon segíteni, és sajnos erre a 15 percünk nem lesz elég, úgyhogy majd egy külön műsorban szeretnénk, hogy nézőinknek megmagyarázza, hogy mi is történik itt. Németországban ugye győztek a zöldek, meg a mindenfélék, és végül is visszatérnek ahhoz, ami korábban volt. Tehát már lehet, hogy nem is annyira zöldek, és most már abszolút nem világos, hogy ki zöld, miért zöld, és egyáltalán lehet-e továbbra is zöldnek lenni, vagy ezt ugye egy időre félre kell tenni, addig, amíg a problémák megoldódnak. Jó, hát itt a kérdés az, hogy ki mit gondol arról, hogy mi a zöld, és mi a zöld politika. Tehát a zöld politika, az én felfogásomban gyakorlatilag azt célozza, hogy egy fenntartható irányba, egy fenntartható társadalom irányába mozduljunk el, és az előző politikákkal kapcsolat összefüggésben az a különbség, hogy a zöld politika figyelembe veszi a környezeti feltételeket is. Korábban a korábbi politikák, ugye a prioritás mindig az volt, hogy a gazdasági növekedés, majd a haszonból de kezeljük most itt az életben a szociális problémákat és a környezeti problémákat, viszont a zöld politika az már figyelembe veszi, hogy a környezet korlátos. Na és akkor ugye itt kezdődik a probléma, hogy eddig a környezettel teljesen felelőtlenül bánt a politika, is bántunk, ami azt jelenti, hogy... Overdubba voltunk, túlhasználtuk. Így van, pontosan. Ma már közel 2 bolygónyi erőforrást használunk, és ez nem megy tovább. Tehát például lehet azt mondani, hogy klímaváltozás mindig volt, éghajlatváltozás mindig volt, de soha nem gyorsult ilyen mértékben, és soha ezért nem volt ennyi szín, például a bálnák,
Hogy pontosan a bálnák mitől lesznek össze, öngyilkosak, ez erre nyilván a tudósok tudnak válaszolni, de a környezeti változásokkal minden összefügg. Tehát itt azt nem lehet mondani, hogy nincs összefüggés feltehetőleg. Akkor magyarázza meg, a bálnákkal nem kerültem bejebb. Akkor nézzük a műtrágyát. Egy igazi zöld utálta a műtrágyát, és azt mondta, hogy alternatív megoldásokat kell használni. De most viszont, hogyha szeretnék a zöldek, akkor sincsen műtrágya, mert vagy az oroszok lebombázták, vagy nincs elég anyag hozzá, hogy műtrágy, hisz a műtrágyát olyasmikből állítják elő, aminek éppen hiányába vagyunk, akkor most mi lesz? Hát a körülmények mindig kikényszerítik a válaszokat, vagy a jobb válaszokat. Most, hogyha különböző okoknál fogva nincs műtrágya, akkor ugye nem lehet műtrágyát csinálni, hogyha nincsen műtrágya. Ehhez a helyzethez kénytelenek leszünk egyébként alkalmazkodni. Én természetesen annak örülök, hogyha abba az irányba megy a mezőgazdaság, hogy minél kevesebb műtrágyát, minél kevesebb egyszert használjunk fel, és egyébként a mezőgazdaságnak alkalmazkodni kell az éghajlatváltozáshoz is, mert hogyha aszály van, hogyha nincsen víz, és ezt a nagyüzemi mezőgazdasági módot folytatjuk, akkor egyre kevesebb termés lesz. Hát, mint ahogy ma Magyarországon, a búzának körülbelül 25%-a veszett el, és a kukoricának meg még nagyobb része. Tehát az aszály miatt, de így aztán például, hogyha egy atomerőművet építettünk volna, amit vízzel kell hűteni, nézzük meg Egyiptomot, ugye emlékszik még arra, mert akkor már iskolába járt, amikor Asszuánba ott átépítették az oroszok a gátat, és egyéb elképzelések voltak, és tulajdonképpen hazavágták akaratukon, feltételezzük, hogy akaratukon kívül az egyiptomi mezőgazdaságot. Most a legnagyobb atomerőművet készülnek az oroszok megépíteni Egyiptomba, és érdekes módon a hulladékokat, ami keletkezik az áramgyártás, illetve melléktermékként, azokat el fogják ásni a sivatagba. Ez egy megoldás? Nem. Tehát, egy háborús övezeti részben, ahol szoktak bombázások lenni, mindenféle támadások, tehát ez még nagyobb. Nyilván sokkal nagyobb a kockázat, de nem csak háborús övezetről van szó. Tehát ma a nagy aktivitású hulladék elhelyezésnek nincs meg a megoldása. Tehát keresik a helyet, itt Magyarországon is csak gondoljuk végig, hogy a mi szerződéseinkben az termelik. Van benne, hogy az oroszok elviszik. Valamikor igen. Egyiptomba meg elássák. Valamikor így volt, de most már nem viszik vissza, van egy Európai Uniós szabály, tehát nem lehet visszavinni az oroszokhoz a de nagy az előző szerződésben ez van. Igen, csak ezek változnak. Tehát az Európai Uniónak tagja vagyunk, és ránk az Európai Uniós törvények érvényesek, ami azt jelenti, hogy a nagy aktivitású hulladékot nem lehet visszavinni Oroszországba. Nem véletlen, hogy ott Pécs mellett, Boda mellett próbálják megtalálni a helyet, ami ellen a lakosok tiltakoznak. Tehát itt ezzel az egésszel az a probléma, hogy az ember azt gondolja, hogy kiszakíthatja magát a természeti törvényszerűségekből, felette vagyunk, és utána kiderül, haladunk előre, kiderül, hogy az nem működik. Rendben van, Pécset sztrájkolhatnak, de valahova kell tenni a hulladékot. Mégis Németország azokat az erőműveket, amiket le akart kapcsolni, nem kapcsolja le, és amit lehetett, azt még visszakapcsolt, és onnét sem vihetik vissza Oroszországba a hulladékot. Hát itt feltehetőleg a németek időszakosan döntenek, hogy még nem kapcsolják le az atomerőművet. Ez a háború és a háborúnak a következményei azt gondolom, hogy egy picit váratlanul érték Európát, nem készültek fel rá, és ugyanúgy, mint hogy Magyarország sem készült fel rá, Orbán Viktor kormány az elmúlt 12 évben hagyta, hogy Magyarország függő maradjon az orosz gáztól és az orosz kőolajtól. Mit tudtak volna tenni, ha ön került volna a kormányba, mit tett volna? És ezzel tulajdonképpen befejeztem a felvezetést, hogy most megkérdezzem, hogy vajon a magyar emberek mennyire zöldek, és mennyire érdekli őket jelen pillanatban, hogy hol lesz elhelyezve az a hulladék, vagy hogy milyen forrásból, az érdekli őket, hogy legyen erőforrás. Tehát ugye 12 éve van kormányon Orbán Viktor és a Fidesznek a kormánya. Tehát itt az elején mert már győztek. El kellett, az elején, hát feltételezem, hogy azért mert győztek, különben nem lettek volna kormányon, de már akkor el kellett volna kezdeni azért az alternatív energiára való, megújuló energiára való átállást, legalábbis sokkal nagyobb arányban. Ma Magyarországon 16-ban betiltották a szélerőműveknek
a létesítését. Meg tudja magyarázni, hogy miért? Mert azt értem, hogy Egyiptomban miért nincs, vagy Izraelben, mert nincs szél. De itt... Tudok egy magyarázatot rá. A magyarázat az arról szólt, hogy Orbán Viktor kormány az atomenergia mellett kötelezte magát, Paks 2, ugye? De ők azt mondták, hogy érdekli őket, akarják, Lázár János mondta még miniszter korában, hogy érdekelve vannak az alternatív megoldásokban. Igen, csak ezek után nem volt, úgy gondolták, hogy nincs szükség annyi alternatív energiára. Tehát én azt gondolom, hogy ez az oka, hogy nem foglalkoztak az alternatív energiával. Napenergia is nem olyan régen van, tehát korábban a napenergiát sem... De hála Istennek már elkezdték. Az sem teljesen jól, azért ezt szeretném megjegyezni. Mi a baj ezzel? Az, hogy nagy napelemfarmokat mezőgazdasági területen vagy zöld területeken létesítenek. Van egy törvény, ami azt mondja, hogy ott nem lehet, és hogy magasra kell tenni, hogy alatta legelők lehessenek. Aha, persze, ezt meg lehet nézni, ez szépen hangzik, de hogyha valahová néhány méterrel fölötte tesznek napelemet, akkor alatta egyrészt nem lehet úgy termelni, kettő pedig nem lehet bármit megtermelni ott. Tehát úgy gondoljuk, hogy akkor itt van egy napelemfarm, és akkor mellett egy kukoricatábla vagy búzatábla. Tehát ez egy jól hangzó valami, de gyakorlatban nem így működik. Tehát a napenergiánál, naperőműveknél, napkollektoroknál, napelemeknél, ezeket háztetőkre, nagyon-nagyon sok középület van, ahova oda lehetett volna pakolni a napelemeket. Miért beszél múlt időben, ha lehetett volna, akkor ma is lehet, nem? Hát lehet, de nem nagyon látszik. És mit adja vissza a kormányt, hogy telepítse? Ezt meg kellene kérdezni a kormányt. Na de hát ön ül a parlamentben, nem én. Én ülök, de nem én kormányzok, tehát Orbán Viktor kormányoz, és Orbán Viktor de az ellenzék kérdéseire hogy... is odafigyelnek. Ó, persze, ugye ezt tapasztaltam, mi nem ezt tapasztaljuk, hogy odafigyelnek nagyon az ellenzéknek. Ez nem menti föl önöket azzal, hogy kérdéseket tegyenek fel. Teszünk is fel kérdéseket. A nap a szélerőművek kapcsán nagyon sok határozati javaslatot benyújtott már az LMP. Tegnap például sajtótájékoztatón ezzel kapcsolatosan szólaltam fel, hogy a kormány most már hárítsa el az akadályokat a szélerőművek építése előtt. De még szeretnék visszatérni, mert ugye a kérdés az volt, hogy mit tettünk volna 2010 után, tehát nem csak a szélerőműveket támogattuk volna mértékkel, hogy épüljenek szélerőművek is, hanem a szélerőművek, hanem például Magyarország geotermikus energiában viszonylag gazdag. Tehát a helyhatóságok ennek elnézést kérek, megszakítom. Egy szakemberrel beszéltem, egy nagyon elfogadott szakemberrel, aki azt mondta, hogy a helyhatóságok vagy a fürdővárosok ezt nem akarták, mert attól féltek, hogy esetleg ez a turizmus kárára megy, holott olyan termálvizeink vannak, és azt a vizet, ami 80-90 fokos, még le kell hűteni, és ezt lehetne használni távfűtésre és millió egyéb dologra. Hát én nem gondolom, hogy ezt az önkormányzatokra lehetne tolni, ezt a felelősséget. Erről ugye Palkovics miniszter úr is beszélt korábban, hogy talán most már a geotermikus energia kiaknázására is fordítunk forrásokat. Hatalmas uniós források jöttek be az elmúlt időszakban. Egy biztos, hogy ezeket a forrásokat nagyon sok esetben nem jó célra fordította a kormány. Sokkal több lehetőséget kellett volna adni a megújuló energiáknak, és még azért az épületszigetelést hadd említsem, amit szintén régóta mondunk, hogy gyakorlatilag nagyon-nagyon sok házat, az Orbán kormány, megelőző kormányok foglalkoztak ezzel? Hát azért emlékezzünk már arra, hogy Európai Uniós források nagyobb összegben 2010 után jöttek az országba. Volt olyan 13-ban talán, igen, 13-14-ben, még én is felszólaltam, mikor országgyűlési képviselő lettem, hogy a lakóházak szigetelésére azt a 100 milliárd forintról volt akkor szó. Korábban ott a kormány beszélt arról, hogy ja, igen, támogatjuk, de elvették ezt a lehetőséget. És az elmúlt években gyakorlatilag semmilyen forrás nem ment arra, hogy támogassák a lakóházaknak a szigetelését. Pedig ez tényleges energiatakarékosság lett volna. Jelen pillanatban ön is úgy érzi, hogy szükség van a következő atomerőműre? Paks 2-re? Én azt gondolom, hogy nem. Tehát nekem ez nem... Egy perc hosszabbítás kap, mint a futballban. Mivel szeretné pótolni ezt?
Tehát geotermikus energiát lehetne bővíteni, szélenergiát lehetne bővíteni. És ezek képesek annyit termelni, szintén, mint PAX-2 termelne? És még hozzá kell tennem az energiatakarékosság, amiről ezt még eddig nem említettem, az energiatakarékosságban is nagyon nagy lehetőségek vannak, ezeket együtt kell kezelni, és a gazdaságot is olyan irányba kellene vinni, hogy ne energia intenzív irányba mozduljon el a magyar gazdaság. Smuk Erzsébetet hallották, az LMP társelnökét, és bízom benne, hogy hamarosan egy külön műsorban meg tudjuk őt hívni, ahol nem másról, csak az energiáról, illetve az alternatív energiákról lesz szó. Köszönöm, hogy rendelkezésünkre áll, és már is megyünk tovább. Következő vendégünk Gyarmati István, biztonságpolitikai szakértő, volt nagykövet. Tartsanak velünk! Már csak pár pillanat, és kezdődik a heti tévé reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Élőben a stúdióból jelentkezik Breuer Péter. A Pirkadat mai vendége... Dr. Gyarmati István, egyetemi tanár, habil, és amit akarnak, mindenféle pozitív előszóval, természetesen nagykövet is volt. Napjainkban biztonságpolitikai szakértő, de ami még a legfontosabb tulajdonképpen jelenlegi karrierjébe, hogy a világ zsidó szemmelnek állandó vendége, és a külpolitikai kitekintőt nem csak szerkeszti és tálalja, hanem befolyásolja is. Talán ennek köszönhető, hogy az Európai Bizottság elnökasszonya is megengedte magának, hogy arra próbálja befolyásolni az olaszokat, hogy ne szavazzanak Mellonira, mert Gyarmati Mellonira buzdította az embereket, mert különben Lengyelország és Magyarország sorsára jutnak. Ez az első kérdésem, jó reggelt kívánok, hogy mennyire volt ez elfogadható, vagy nem, hisz Róna Péter professzor közel fél órával ezelőtt azt mondta, hogy ez egy nagyon szerencsétlen beszólása volt a bizottság elnöknének és beavatkozási kísérlete. Ja, jó reggelt kívánok egyébként mindenkinek. Az egy általános probléma az Európai Unióban, hogy az Európai Bizottság elkezdett, már nem most, már az előző bizottságnak is ez volt a probléma, elkezdett politizálni, holott ez egy szakmai szerv kellene, hogy legyen. Tehát ha kritizálja az olasz... Elfelejtették megmondani. Ezt nekik. Tudják ők, hiszen így választották, de valószínűleg nagy a nyomás, hogy bizonyos dolgokba szólaljanak meg. Ugye ha von der Leyen azt mondja, hogy az orosz gazdaságpolitikának az a problémája, hogy és ezért azt javasolja, hogy, ez egy jó dolog. Hogyha utána még folytatja is, és azt mondja, hogy ezért erre és erre szavazzatok, mert aznak majd jó lesz a gazdaságpolitikája, ilyet nem lenne szabad csinálni. Na de az tényszerű, hogy Mario Draghinak a gazdaságpolitikája elég érdekes volt. Jó volt. Kis megszorításokkal, de kezdett az olasz gazdaság helyreállni. Vajon Meloni folytatni fogja ezt, mert ez még nem derült ki? Ugye Meloni nem egyedül lesz kormányon, hanem Salvini és Berlusconi társaságában. De Salvini, aki most jobbról előzi, vagy próbálja meg előzni Melonit, nagyon sokat vesztett. Hát, de hogyha Salvini nem éri el a 10%-ot, akkor elképzelhető, hogy a helyettese viszi tovább a boltot, és igen, ő neki le kell mondani. Igen, így van. Legalábbis ezt ígérte. Igen, de azért ne felejtsük el, hogy ott van Berlusconi, akinek az elkötelezettsége Európa és atlantista elkötelezettsége nem megkérdezhető. A gazdasági megkérdőjelezhető, vagy egyenesen orosz barát? Nem megkérdő, nem orosz barát, nem. Az Putyinnal haverkodik, de,
de azért nagyon sok minden az orosz agresszió február 24-én sok mindenkinek megváltoztatta a véleményét, Berlusconinak is. Csak a gazdaságra mondom, hogy Mario Draghi, aki egy ilyen szentnek számít most jogban az orosz gazdaságban, ugye Mario Draghi nemzeti bank elnöki kinevezése a Berlusconi kormány alatt. Jó, akkor nézzük azt meg, hogy sokan azt állítják Salviniről, hogy egy undorító rasszista, holott én azt vélem felfedezni, hogy ő azért mondja, hogy nem kér többet a menekültekből, mert az olasz társadalom ezt a mennyiséget képtelen befogadni, és gazdaságilag sincs meg a lehetőségük. Akkor ez egyenlő lenne azzal, hogy ő egy rasszista ezért? Ugye, mert Salvini alapvetően, ugye van, aki azért kritizálja, mert nem szereti az illegális migrációt, azért mindig tegyük hozzá, hogy illegálisról van szó. A probléma Salvinival nagyjából az, hogy olyan módszereket alkalmazott belügyminiszter korában, amelyek nem illenek bele az európai jogrendszerbe, de igazából az orosz jogrendszerbe sem, és ezért is folyik per is ellene. De hát ez egy olyan vita, ami Európa szerte folyik, és még sokáig folyni fog. Azt gondolom, hogy meg kell nézni, hogy mit csinál a kormány. Ugye ez egy érdekes helyzet, hogy most a világ, a világnak a hagyományosan hát konzervatív része, most a szélső baloldali neofasisztának kikiáltott Meloni-tól várja azt, hogy majd megfékezi Salvinit. Érdekes a világ. Hát ez elég érdekes, de azért ne felejtsük el, hogy Meloni nagyon sok párton ment már keresztül, egyre fehérebb lett, nem hasonlítanám a magyar jobbikhoz, mert azok ugyanolyanok gondolom, mint voltak, legalábbis az én feltételezésem én nem szerint. Nem gondolom, de ez nem az orosz belpolitika kérdése. Meloni nagyon sokat változott, én azt gondolom, hogy elődjére változott, és meglátjuk, hogy ez egyrészt mennyire változott, másrészt meg hát ott van a két másik partner, különösen Berlusconi, ők elég, még tovább fogják, azt gondolom, civilizálni, ha szabad ezt mondani. Olasz szakértők vettek részt a műsorodban, amikor Olaszországról beszéltél. Vajon a kormányváltozás, kérdés, hogy ez meddig fog tartani ez a kormány, mennyire lesznek életképesek, mennyire befolyásolhatja a magyar-olasz kapcsolatokat, főleg gazdasági kapcsolatokat? Gazdasági kapcsolatokat nem gondolom, a politikai kapcsolatok javulni, tovább fognak javulni. Ez annyit jelent, hogy lesz még valaki, aki mellettünk fog szavazni az Európai Unióban? Hát ezt nem tudom, hogy meglátjuk, hogy lesz-e egyáltalán ilyen szavazás, még az sem biztos igazán. Egy felmérés szerint az olaszok nagy része szeretne továbbra is az Unióban maradni, akkor miért mondják azt, hogy Meloni kormánya kivezetné az Unióból? Aki ezt mondja, az butaságon beszél, nem akarja. Egyáltalán volt olyan pillanat ezelőtt sok évben, amikor még fiatal hevében, most is fiatal, de még fiatalabb hevében ilyeneket mondott, egyáltalán nem akarja kivezetni az Európai Unióból. Ugye az a baj, hogy ilyen leegyszerűsített sémákban szoktak vitatkozni egyesek, és aki hát jobban meg akarja reformálni az Európai Uniót, mint amennyire ő meg akarja reformálni, abban nincsen vita, hogy meg kell. Ugye arra állandóan rásütik, hogy ki akar lépni az Unióból. A nemzetközi hírtelevíziók külföldön élő olasz állampolgárokat interjúoltak meg, akik éppen hazamentek választani, vagy éppen otthon voltak. Több ilyen külföldön élő római eredetű olasz mondta, hogy bár helyreállna az olasz gazdaság, és akkor nekik nem kéne külföldön dolgozniuk. Mennyire hasonlít ez más európai ország helyzetéhez? Ugye az Európai Unióban... A románokéhoz, vagy a spanyolokhoz, akik nem, általában külföldön... Nem, a románokéhoz biztos nem hasonlít, hanem hát az olasz gazdaság azért egy magasan fejlett harmadik legnagyobb gazdaság talán. Akkor miért kell külföldre menjen nagyon sok olasz dolgozni? Hát igen, és ez az Európai Unióban, tessék megszokni, ez egy természetes dolog, hogy az emberek ide-oda mennek dolgozni, miért nem mennének. Értem, tehát ez nem a külföldre menekülés, vagy azért, mert külföldön jobban megfizetik őket. Van, biztos olyan is van egyébként, de hát ez attól is függ, hogy mi melyik Olaszországot nézzük, hogy Észak-Olaszország az olyan, mint Németország. Hát én azt hittem, hogy Olaszország csak egy van. Olaszország csak egy van, csak több részből áll, hogy úgy mondjam. Akkor gyorsan nézzük meg, van rá még 5 percünk. Parcellázzuk fel Olaszországot, mely részek azok, amelyik gazdaságilag inkább visszahúzzák? Hát Észak és Milánó környéke egyáltalán ugye az a német színvonalon van.
technikai színvonalon, termelési színvonalon, nagyjából jövedelmi színvonalon is, és hát ahogy megyünk délre, szegényedik el az ország. Ez nem kevés országban van ilyen egyébként, hogy az ország különböző részekre... Spanyolországban is például Spanyolországban. Sok ország, Magyarországon is vannak olyan részek, amelyek szegények, vannak olyanok, amelyek sokkal jó módunkban. Azt gondolom, hogy ez is egy viszonylag normális dolog. Ha túlságosan nagy a különbség, az persze problémákat okoz. Ugye Jugoszlávia felbomlásának az egyik oka az volt, hogy mondjuk Koszovó és Macedónia egyrészt, másrészt meg Szlovénia között óriási nagy különbség volt. De Olaszországban nem, Olaszországban ez egy megszokott dolog, és azért van például a pizza például délen sokkal jobb, mint északon. Berlusconi sok embernek úgy tűnt, hogy ő már nyugdíjba ment, visszavonult, és lásd csodát, ott van, és a kormánynak vezető tisztviselője lesz. Igen, hát Berlusconi egy kis csoda ilyen szempontból. Előre haladott életkora ellenére. Igen, de manapság ez már nem annyira problémás. Ugye 80 év fölötti politikusok vannak, akik nagyon jól szerepelnek. Mondjuk csak Adenauert veszem a régi nagyok. Hát azért között. Adenauert meg Berlusconit nem hoznám, nem emlegetném egy lapon. De a koruk az hasonló volt, és én csak ezt mondom, hogy akkor nem... Az egy biológiai esemény. Igen, csak. És van, aki 85 évesen is frissebb és okosabb, mint 25 évesen. Akkor most esik nekem megmondani a Frankot, mert már teljesen összekeveredtem. Azt mondta Miloni Berlusconival és Salvinivel együtt, ha győznek és hatalomra kerülnek, akkor Tel Avivból átkerül az olasz követség Jeruzsálembe. Az új angol miniszterelnök asszony is azt mondta, hogy gondolkodik, és hamarosan megszületik a döntés, hogy Tel Avivból irány Jeruzsálembe a nagykövetségek. Egy jobboldali kormány mégis a zsidó államot támogatja, hogy is kell ezt értsen? Úgyhogy a realitások egyre inkább utat törnek maguknak, azért akármit is csinálnak mások. Én azt gondolom, hogy az egy realitás, hogy Izrael állam fővárosa Jeruzsálem, és egyre többen ezt el is ismerik. Felismerni, sokan felismerték, most már sokan egyre többen el is ismerik. Ez a jobb oldal, tehát Izraelhez való viszony ma már nem azt jelenti, hogy a jobb oldal utánja Izraelt a bal oldal megszereti. De mindkét oldalon vannak mindenfélék. Ugyan még a török elnök nem jelentette be, hogy Jeruzsálembe költözteti a nagykövetségét, de viszont látogat Tel Avivba. Így van, tehát a diplomáciai kapcsolatok teljesen helyreállnak. És azt mondta, hogy az antiszemitizmus bűn. Hát igen, ez nagyon jó. Most már csak arra várok, hogy az iráni elnök is ugyanezt állítsa, és ne törekedjen Izrael megsemmisítésére. Arra még várni kell egy kicsit, sajnos. Én az orosz elnöktől szívesen hallom. Észak-Korea és Kína között tegnap helyreálltak a vasúti közlekedések. Miért nem voltak idáig azok a helyén? Gondolom kínaiak nem akarták, de most ugye Kína helyezkedik, Kína nagyon sok felé fordul, megpróbál olyan helyet szerezni magának, ami egyébként valószínűleg meg is illeti, hogy a világpolitika egyik legsúlyosabb, hanem az első kettő között, de legalább a második legsúlyosabb szereplője az kínai. A legsúlyosabb szereplője, tehát nagyhatalmi, világhatalmi törekvéseik így valóra válnak? Igen, de ne csodálkozzunk ezen. Egy Kína nagyságú ország, akkor a GDP-vel majdnem, mint az Egyesült Államok, természetes dolog, hogy ez történik. Van még hátra egy percünk. Ma természetesen a Rossz Hasánára való tekintettel nincsen a Világ zsidó szemmel című műsorunk, így most neked egy percet van megmondani, hogy Putyin elnök törekvései meddig juthatnak el. Nem tudjuk, hát odáig, ameddig szeretné, addig biztos nem, és biztos tovább, mint ahogy mi szeretnénk. Én azt gondolom, hogy ez még a jövő titka, hosszú háborúra készülünk sajnos. Engedd meg, hogy neked és családodnak nagyon békés, boldog új esztendőt csinál tovább kínálnak 5783-ra. Kedves nézőim, ez volt 5783, azaz első napja Tisré hó elsőjének. Megkezdtük az új esztendőt, a zsidó új esztendőt. 5783 Tisré hó első napja volt. Zsidók világszerte most éppen a templomokba igyekeznek, én is ezt teszem, úgyhogy elbúcsúzom önöktől, de holnap reggel újra találkozunk. Fogadják szeretettel a mai műsorainkat is, és
most következik akkor egy általán objektívnek vélt híradó. Nézzék meg, fogadják szeretettel, ma ne telefonáljanak, mert a telefonom ki lesz kapcsolva, holnap reggel viszont újból találkozunk. Addig is a legjobbakat, ma délután feltétlenül nézzék meg Kipa című műsorunkat is, ami a késő délutáni órákban jelentkezik. Továbbra is tartsanak velünk, viszontlátásra, köszönöm, hogy itt voltál. Minden jót kívánok mindenkinek!